Áldás békesség, ez a Hiszed vagy sem, a Magyarországi Református Egyház műsora. A következő epizódunkban is három új kérdésre válaszolunk. Lássuk is az elsőt. Elválhat-e a lelkész? Igen, elválhat, de nem kéne. Pont úgy, mint egy másik hívő embernek. Azaz mindent meg kell tenni a házasság megmentéséért, azért, hogy szeretetben éljenek együtt, házasként. Ez nem a kríziskor kezdődik, hanem a hétköznapokban. Odafigyelek a másikra, szeretem, és engedem, hogy ő is tudjon szeretni. Ha valamiért nem megy, akkor külső segítséget veszünk igénybe. Lelkészt, lelkigondozót, családterapeutát, pszichológust. Elválni a lelkész elválhat, s ha már ebbe a nehéz és rossz élethelyzetbe került, igyekezzen, hogy példát tudjon mutatni másoknak is, hogyan lehet ezt tisztességgel és szeretettel véghez vinni. Imádkozom, hogy az ő akarata alapján tudjak cselekedni. Miért nem sikerül? A kérdező teljesen jól ráérzett arra, hogy mennyire megköt minket a bűnös, romlott természetünk. Akármennyire igyekszik az ember, mindig csak a rosszhoz érkezik. Ezért kell az egész kérdést, minden terhünket átadni Krisztusnak, aki felment és tehermentesít ennek a nehézségétől. Aki elfogadja a megváltást, felszabadul arra, hogy képes legyen ne vétkezni, és várja azt a boldog találkozást Istennel, amikor már nem lesz képes rosszat tenni, csak azt, ami a legjobb. Hogyan honosult meg a keresztjén szó, és baj-e, ha keresztényt mondunk? A keresztény és keresztjén szónak a szótöve az Krisztus. A legtöbb más nyelvben is a keresztjéneket Christianosnak, vagy Christian, ahogy az angol mondja, azaz Krisztushoz tartozónak nevezik. A keresztjén szavunk valószínűleg a magyarba szláv közvetítéssel érkezett, majd később a magyarok beleérezték a kereszt szót, így a népkörében megváltozott a szó. A két szónak, a kereszténynek és a keresztjénnek a felekezeti megoszlása pedig a 18. századra tehető. Innentől a katolikusok inkább a keresztény szót használták, a protestánsok pedig a keresztjént használják, leginkább azért, mert nem a kereszthez, hanem Krisztushoz igyekeznek tartozni. Ez a két szó minden esetre szomorú emléke magyar nemzetünkben a felekezetek közötti feszültségnek. És akár keresztényt, akár keresztjént mondunk, a legfontosabb, hogy Krisztushoz tartozzunk. Ennyi volt mára, hiszed vagy sem, de a jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk. Addig is várjuk kérdéseiteket a hiszedvagysem@református.hu címre. A mai műsort is újra megnézhetitek a Magyarországi Református Egyház Facebook és Instagram oldalán, valamint a YouTube-on. Áldás békesség!